Sziasztok! Ezúttal Szabó Magda Abigail című regényét fogom elemezni. Ha még nem láttad, érdemes megnézned azt a videót, ami a regények és a novellák elemzésének szempontjairól szól. Szabó Magda Abigail című regény 1970-ben jelent meg, és ahogyan a képen is láthatjátok, készült belőle egy film is pár évvel később. Ebben a diasorozatban most főleg ennek a filmnek a képkockáit fogom használni. Természetesen ezúttal sem pótolja teljes mértékben a regény elolvasását a TV-film sorozat megtekintése, ez egy 4 részből álló TV-film sorozat, de azért használom bátran ezeknek a képeit, mert maga Szabó Magda írta a forgatókönyvet, a film készítésében is aktívan részt vett, végigkísérte annak az elkészültét, tehát azért rajta hagyta kezenyomát ezen a tévésorozaton is. Tehát, ahogyan mondani szoktam, a semminél jobb, hogyha láttad a filmet, de azért az igazi mégiscsak az, hogyha elolvastad a regényt. És itt is fontos hangsúlyoznom, hogyha azért nézed ezt a videót, hogy megismerd az Abigail című regénynek a tartalmát, akkor sajnos azt kell mondanom, bár magam ellen beszélek, hogy rossz helyen jársz. Mert itt nem az Abigail tartalmával fogunk megismerkedni, hanem a regénynek az elemzését vesszük át röviden. Vágjunk is bele. Majd beszéljünk egy pár szót az Abigail cselekményéről. Az Abigail azért is egy nagyon jó regény, mert ha csak önmagában a sztorit nézed, ennek a szobornak, illetve a szobor alakját övező legendának, idézőjelben legendának a történetét nézed, illetve a Matula iskolában zajló történéseket, akkor is egy nagyon jó, izgalmas regényről van szó, ami egy 10 éves számára megfelelő olvasmány, sőt, kifejezetten szórakoztató. De ugyanakkor az Abigail az több, mint egy izgalmas történet. Tulajdonképpen két szinten is értelmezhető a regény. Egyrészt, mint mondtam, érdekesek a külvilág történései, az árkodi ellenálló sztoria, a Matulában zajló történések, ezek önmagában is izgalmasak, de az igazi történet az valójában nem is a külvilágban zajlik, hanem a főszereplő Gina személyiségében. Ugyanis az Abigail az amellett, hogy egy izgalmas sztori, nem más, mint Gina felnőtté válásának a története. Ugye Vitai Georgina a történet elején egy 14 éves, egy picikét felszínes, értelmes, de egy kicsikét azért felszínes gondolkodású elkényeztetett gyerek, akinek aztán a történet során alapvetően változik meg a világról és az emberekről alkotott véleménye, megtanul felelősségteljesen gondolkodni, vagy magyarul felnőtté válik, vagy legalábbis elindul a felnőtté válás útján. Az más kérdés, hogy ehhez meglehetősen szomorú, sőt tragikus események sorára van szükség, de végül is megtörténik az ő felnőtté válása. A másik szempont, ami alapján érdemes elemeznünk egy-egy regényt, az a szereplőknek a szempontja. Itt ezen a képen a filmből 3 igen lényeges szereplőt láthattok. Ugye jobb oldalt maga Vitai Georgina, középen a Matula igazgatója Torma Gedeon, és mellette pedig Kőnig tanár úr, akiről, spoiler, kiderül, hogy valójában ő Abigail, és ő hajtja végre az Abigailnek tulajdonított csodákat. A szereplőket alapvetően 2 csoportra oszthatjuk ennél a regénynél. Az egyik csoport az a Matula világa, tehát a szereplőknek az egyik köre, tulajdonképpen a szereplők nagy része a Matula világának a Matula világához tartozik, és a Matulához tartozó szereplőket a történet elején Gina meglehetősen lenézéssel kezeli, eléggé negatív a véleménye róluk, de aztán ez a regény során megváltozik. És a szereplők másik köre pedig a külvilághoz tartozó szereplők, ide tartozik Gina édesapja Vitai tábornok, a szerelme Kunc Feri, a nagynénje Mimó néni, a francia nevelője, aki a történet idejére már visszautazott Franciaországba, Marcel. Tehát a szereplőknek a köre az a külvilághoz tartozik. Ugye Vitai és Kunc Feri kivételével ők nem is igazán jelennek meg a történetben, inkább csak emlékként vannak jelen és viszonyítási pontként. Ami viszont közös a regény szereplőiben, akár a Matulához, akár a külvilághoz tartoznak, hogy a többségükről alapvetően változik meg
Vitai Georginának a véleménye, vagy egy negatív véleményből pozitívvá válik, vagy pedig egy pozitív véleményből negatívvá válik. Itt a két végpont közül az egyik, ugye Kunz Feri, aki Ginának a szerelme a történet elején, és valójában a történet végére a legnagyobb csalódást jelenti Gina számára, hiszen kiderül Kunz Feriről, hogy valójában nem is őt szerette, hanem csak azért udvarolt neki, hogy az édesapja közelébe férkőzön, és valójában szó nélkül hajlandó lenne Ginát elárulni, és akár még az életét is odaadni azért, hogy a politikai céljait elérhesse. Szóval egyértelműen talán, sőt nem talán, hanem egyértelműen a legnegatívabb szereplővé válik Kunz Feri a történet végére. Egy kifejezetten gátlástalan és álnok figura lesz. És a legnagyobb pozitív csalódás az pedig maga Kőnig tanár úr, aki a történet elején egy kifejezetten, hát nem is ellenszenves, de meglehetősen ilyen pipogya, lúzer, latin tanár, aki nem tud fegyelmet tartani, aki erélytelennek tűnik, ráadásul megakadályozza Vitai Georginát a szökésben, amitől szinte már-már ilyen ellenségképpé válik, és a történet végére, de annyira a végére, hogy tulajdonképpen az utolsó mondatában a regénynek derül csak ki, hogy valójában ő a legnagyobb hős az egész sztoriban, hiszen ő az, aki Abigail alakja mögött áll, ő az, aki teljesíti a Matula növendékeinek vágyait, aki segít nekik, ha baj van, sőt, ő az, aki a városban az ellenállást szervezi, és gyakorlatilag nap mint nap kockáztatja az életét egy jó ügy érdekében. Tehát Kőnig, aki se nem jóképű, se nem különösebben szimpatikus, a legnagyobb hőssé válik a történet végére. És tényleg annyira jól van megszerkesztve a regény, hogy tulajdonképpen az utolsó mondatban válik bizonyossággá, hogy kicsoda Abigail, és egy csomó dologra lennénk kíváncsiak, de itt elvágja az írónő a történet fonalát ezen a tulajdonképpen csúcsponton, amikor kiderül, hogy Abigail az valójában Kőnig tanár úr. A következő fontos elemzési szempont az a helyszín. Itt ugye gondolom rájöttetek, hogy nem a Matulát láthatjátok a képen, hanem a Roxfortot, de ezzel is jelezni szerettem volna, hogy az iskola az egy regény toposz. Ha emlékeztek rá, akkor a toposz az azt jelenti, hogy irodalmi közhely, tehát toposz lehet bármi, amit az irodalom történet során sokszor előkerül jellegzetességként. Lehet egy helyszín, egy cselekményelem, egy szereplő, és az iskola is egy ilyen regény toposz, mégpedig azért választják előszeretettel regényszerzők helyszínül az iskolát, mert egyfelől egy nagyon-nagyon zárt világ, saját törvényei vannak, saját mechanizmusai, sajátos erőviszonyok a szereplők között, van benne eleve egy ilyen hierarchia, hogy tanárok versus diákok, tehát egyfelől egy zárt világ, ugyanakkor mégiscsak mindig leképeződik az iskolában, kicsiben a társadalom egésze. Tehát amellett, hogy kicsit különáll a világtól, egy nagyon érdekes tükröt is mutat a világról az iskola. Tehát nagyon-nagyon kedvelt helyszín, és a Matula is ilyen. Egyfelől egy védőburok, amely megvédi a benne élőket, megvannak a sajátos törvényszerűségei. Ugye, ha mélyen magunkban nézünk, akkor egyikünk se szeretne igazán egy matula-szerű iskolában járni, hiszen nagyon nagy szigorúság van, minden perc be van osztva a diákoknak, eleve nincsenek fiúk, csak lányok, pontosan szabályozó van, hogy mit viselhetnek. Tehát egy nagyon-nagyon szigorú iskola, ami azért nem csak elvesz a diákoktól, hanem egy nagyon-nagyon sok mindent ad is nekik, a közösség élményét, a barátságot, a védelmet, a szolidaritást, tehát amellett, hogy egy kemény helyszín nagyon sok mindenre meg is tanít. Számtalan olyan regény van a világirodalomban és a magyar irodalomban, és elég csak mondjuk Ottlik Gézának az Iskola a határon című regényére gondolnunk, ami ezt a sajátosságot, az iskoláknak ezt a sajátos zárt világát örökíti meg. Tehát egy ilyen helyszín a Matula is. És szintén nagyon fontos szempont még az idő. Egyfelől az, hogy mikor játszódik a történet. Ez az Abigail szempontjából tulajdonképpen a cselekménynek egy nagyon fontos eleme, az a történelmi korszak, amikor a regény játszódik. 1943
őszén indul a cselekmény, és 1944 tavaszán ér véget. Egészen pontosan 1944. március 19-e utáni napokban ér véget a cselekmény, és az az érdekes, hogy ahol az Abigail cselekménye véget ér, ott kezdődik Magyarország történelmének az egyik legsötétebb időszaka, a német megszállás, az azt követő zsidóüldözés, Magyarország számára rengeteg szenvedést, nagyon sok halált és egy borzasztó korszakot hozott el ez a dátum. A képen egyébként a német megszálló sereget láthatjátok a halászbástyán 1944 márciusában. Tehát nagyon-nagyon fontos a regény értelmezése szempontjából, hogy mikor játszódik. Enélkül nem is lehetne ugyanígy elmesélni ezt a történetet természetesen. Ami az elbeszélés tempóját illeti, ahogyan az az iskolában játszódó történeteknél lenni szokott, egy tanév távlatában zajlik a történet, bár ez a tanév váratlanul és elég tragikusan ér véget márciusban, tehát utána nem sokkal, ugye tudjuk, hogy haza is küldik a diákokat. Érdemes beszélni egy kicsit az elbeszélés módjáról, ezt hívjuk narrációnak idegen szóval, tehát milyen a regénynek az elbeszélés módja. Egy mindentudó elbeszélővel van dolgunk, hiszen nem csak azt írja le, hogy mi történik, hanem azt is, hogy az egyes szereplők mit gondolnak. Leginkább persze vitai gondolataiba látunk bele, de a többi szereplő fejébe is beleláthatunk, az ő gondolataikból is kaphatunk egy-egy villanást, akár a Zsuzsannájéból, akár az iskoligazgatójéból. Tehát egy klasszikus mindentudó elbeszélő, egy mindentudó mesélő írja ezt a történetet. És az is egyértelmű, hogy az elbeszélő az egy felnőtt nézőpontjából mondja el Vitai Georgina történetét. Ugye a narrátor az már tudja azt, mindazt, amit Vitai Georgina még nem tud, amikor a történet játszódik. Többször is utal arra, hogy mit érzett a felnőtt Vitai Georgina, amikor visszagondolt egy adott történet, vagy egy adott eseményre. Tehát egy felnőtt nézőpontja érvényesül a történet mondásban. Ettől persze az egész egy picit ilyen tanító célzatú is lesz. Elég egyértelműen érződik a tanító célzat, az erkölcsi nevelés szándéka ennek a regénynek a szövegén és a történetén. De ez egyáltalán nem zavaró, pont azért, mert egyfelől a történet az nagyon izgalmas, nagyon jól fel van építve, másfelől meg azért nagyon nagy emberismeret jelenik meg ebben a regényben, és egy mély bölcsesség sugárzik az egész történetből. Ettől nem válik zavaróvá ez a tanító szándék. És végezetül beszéljünk egy pár szót arról is, hogy mi az üzenete ennek az egész regénynek, mi a mondani valója, ha úgy tetszik. Erről maga a Szabó Magda úgy nyilatkozott, hogy mindent beleírtam az Abigailbe, amit nekem kellett volna megtennem, aki tanú voltam és kortárs, de nem lettem több egy bűntudatos szemlélőnél. Itt arra utal az írónő, arra a történelmi korszakra, amikor játszódik ez a történet, és sajnos napjainkban egyre inkább aktuális az egyik tanulsága az Abigailnek, mégpedig az, hogy a háború az mindannyiunkat érint, ha nem is közvetlenül, de közvetve. Ugye mostanában is olyan időket élünk, amikor tőlünk pár száz kilométerre háború zajlik, ott vannak körülöttünk az iskoláinkban, a városainkban, a környezetünkben azok az emberek, akiknek el kellett menekülniük otthonról a háború miatt. Tehát azt hinni, hogy a háború valahol máshol zajlik, és az minket nem érint, az naivitás, mert a háború az mindenkihez elér így vagy úgy. De talán még fontosabb üzenete az Abigailnek, hogy akármilyen sötét idők vannak, mindig vannak olyan hősök, akiknek az eszméi, az erkölcsi elvei, azok fölülkerekednek a félelmen, és akik akár az életüket is kockáztatva mernek tenni egy jó ügyért, és ezeknek a hősöknek állít emléket az Abigail című regény. Ennyi lett volna röviden az Abigail elemzése, hamarosan jelentkezem egy újabb videóval, addig is olvassatok könyveket, sziasztok!